Azoknak, akik megfertőződnek a COVID-19 vírussal, az oltáson kívül is van reményük a könnyebb lefolyásra. Új gyógyszert vetettek be a kor ellen Komáromban is. Pentanavilliek, Petridoscopini monoklonál, négy protiváltak, ez az új gyógyszer a monoklonális antitestek csoportjába tartozik, a Kazirivimab és az Indevimab nevű hatóanyagok alkotják. Jelenleg a Komáromi Kórházi Gyógyszertárban van belőle, 96 dobozzal kaptunk, mert mi vagyunk az egyike azon központoknak, amelyek jogosultak ilyen ellenanyagokkal dolgozni. A monoklonális antitestek olyan fehérjék, amelyek a vírus részecskékhez kötődnek, és megakadályozzák a vírus bejutását a sejtekbe. A segítségükkel a betegség nem olyan kockázatos a betegnél. Az új COVID-19 ellen bevetett gyógyszert azok a páciensek kaphatják meg, akik rizikós csoportba tartoznak. Ez a gyógyszer kifejezetten a rizikos páciensek kezelése során bevetett, tehát a 65 éven felüli korcsoportban. Rizikófaktornak minősül még a jelentős túlsúly, a gyenge immunrendszer, a máj krónikus megbetegedése, a vese krónikus betegsége, a magas vérnyomás az egyes és kettes típusú cukorbaj, esetlegesen az asztma. Lényegében minden krónikus betegséggel küzdő páciens ide sorolódik všetky chronické ochorenia patria do skupiny rizikových pacientov. Minden COVID-dal sújtott betegnek az első állomás a gyógyulás felé vezető úton a körzeti orvos. Zdravotný posudzuje praktický lekár, to znamená, že pacient, pokiaľ dostane správu, že je az egészségügyi állapotot az orvos méri fel, tehát ha a páciens PCR alapú pozitív teszteredmény birtokában van, és a rizikós páciensek csoportjába tartozik, a körzeti orvosa dönt arról, hogy a beteg kap-e monoklonális ellenanyagokat vagy sem. Ha a beteg megkapja a tesztje eredményét, és az COVID pozitivitást mutat ki, az egészségügyi információs központból kellene kapnia egy SMS-t, amely tájékoztatja arról, hogy jogosult-e az új gyógyszer igénylésére a lábadozása során. Ahogy azt már említettem, kapcsolatba kell lépni a körzeti orvossal, aki látleletet készít a páciens egészségügyi állapotát illetően, majd orvosi rendelvényt ír, mely birtokában a beteg a kórházba érkezik. Az új gyógyszert a belgyógyászati eljárások pavilonjában adjuk be, ahol erre a célra speciális rendelőhelyiséget alakítottunk ki. Az új gyógyászati anyagot az érbe fecskendezve juttatjuk be a szervezetbe. Ez mint 20-30 percet vesz igénybe, majd a beteg megfigyelésre a kórházban marad még. Figyeljük, hogy nem reagál le a szervezete érzékenyen a hatóanyagra. Végezetül, ha nincs semmi gond, a beteg az otthonában gyógyulhat. a tehát akkor még egyszer, ha beigazolódik az új típusú koronavírus jelenléte a szervezetünkben, jelezzük ezt a körzeti orvosunknak. Az orvos felméri az egészségügyi állapotunkat, és ha a rizikos csoportba esünk a látlelete alapján, orvosi rendelvényt ír, mely alapján jogosultá válunk az antitestes új gyógyszer felvételére a kórházban. Miután megérkezünk a kórházba, infúziós formában megkapjuk a gyógyszert. A folyamat maga legfeljebb fél órát vesz igénybe, majd ezt egy egyórás megfigyelési szakasz követi. Ha minden rendben, már indulhatunk is haza gyógyu hangsúlyozuk azonban, hogy még mindig az oltás az első lépés, hogy a COVID-on a lehető legkíméletesebb lefolyással essünk át.